fiatal koromban 12 órát minden nehézség nélkül tudtam csinálni így. Annyira elszánt voltam. Meghajtotta a belső valami, ami nem is tudom, hogy mi volt. Hogy én hegedű készítő legyek, meg minél jobb hegedű csináljak. Ha nem kezdek bele 38 évvel ezelőtt, akkor biztos nagy hiányérzetem lenne manapság. A hegedű készítésnek a első mozdanata, akkor meghatározzuk, hogy hegedű brácsát, cellót csinálunk. Bizonyos modellekre dolgozunk. Ennél a hegedűnél egy olyan formát választottam, amelyik Guarneri típusú, Giuseppe Guarneri de Gesù 1734-es modellje. Ez a modell, ez is fából van, de réteget lemezből, ez nem maradt benne a hegedűben. Ezt ki fogjuk belőle venni, miután meghallítottam erre a kávát, és ez csak a modellnek a körvonalát fogja megadni. A hegedű készítésnél, mint ahogy említettem, az első mozdulatnál tartunk. A úgynevezett belső formára, amit itt a kezembe fogok, erre fogom most felragasztani a tőkéket, ami 6 darab tőke, 6 darab fenyő tőke, amelyik 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab tőke kerül rá. Amelyikek ugye teljesen jó kiszáradt, több mint 10, de inkább 20 éves fákból vannak. Tehát akkor először a két felső, vagyis a két tőkét, ami az egyik az alsó, a másik a felső, ezt a kettőt fogom ráragasztani. Így a fény felé tart, amit lehet látni, hogy a szál irányai mind a kettőnek ez a középvonalval párhuzamos. Ide kerül majd a nyak, ami ebbe az irányba fogja húzni a tőkét, itt pedig alul egy gomb lesz, amiben a húrtartó, tehát így tartja statikusan a legerősebben a hangszernek a húzó erejét a tőke. Tehát még egy kicsit esetleg utána húzunk mindegyik szorítónak, hogy biztos legyen, és így kezdődik a hegedű készít az első mozzanata. Először a tőkéknek a C, ezt C-nek nevezzük ezt a két oldalán található derékrésznél lévő kávákat, tehát a C oldala felüli része a tőkéknek lett kidolgozva, és meleg vason meghajlítottam a kávákat, és hozzá lett ragasztva a kidolgozott tőkéhez. Most úgy folytatjuk tovább, hogy már itt kidolgoztam a tőkének az alsó és a felső részéhez szükséges
íveket, megcsináltam, kidolgoztam, és előkészítettem az ehhez szükséges kávákat. A káva az ebből az irányból, amiben van szorítva, 1,2 mm vastag. Hegedűnél. Brácsánál 1,3, cellónál, ami ugye nagy méret, ott pedig 1,8, pedig 12 méter széles, de 1,8, 12 cm széles és 1,8 mm vastag a cellónál. Na de ugye ez a hegedű, csak mint érdekességképp említettem, hogyha az odaütődik, egy cselló az komolyan tud sérülni. Itt a hangszernél, hegedű készítésnél szabály, hogy itt lakkozás után lehetne ezt jobban látni, de látunk ilyen kereszt csíkokat. Ezeknek a kereszt csíkoknak a iránya nem mehet össze-vissza, hanem itt most ceruzával kicsit megerősítem, hogy jobban lehessen látni. Ugye egy kicsit ferdén megy. Tehát ugyanúgy majd az alsó résznek is ebbe az irányba, tehát nem állhat így, hogy az egyik így megy, a másik meg így megy, hanem majd egyformán kell az alsó résznek is, és a felső rész, ugyanúgy majd a túloldalon is. De egy alkalommal, első alkalommal meg tudjuk hajlítani a két célt, második alkalommal meg tudjuk hajlítani a egyik felső oldalt, meg a másik felső oldalt, mert itt túlnyúlik. Ha megvárjuk, még megszárad, a középvonalnál elvágjuk, majd felülselve, és úgy másnap, vagy mikor időnk van rá, 24 órás száradás után meghajlítjuk a másik oldalt is. És utána majd még ragasztunk bele leceket is, ami már a későbbi munkafolyamathoz tartozik. Tehát ez volt az alsó része, most következik, ha még maradt elegendő hő, a úgy látom még maradt, és akkor következik a felső része a kávának. Itt is leellenőrizzük a habokat, ezt habos jávornak hívják a hullámossága miatt. Itt a hullámos jávornak is hívják. Tehát ezek a ferdeségek stimmeljenek. Elragasztom az alsó, az egyik alsót, mert a másik majd a túloldalon lesz, miután ez megszárad. A két formát. Vagyis két kávát. Óvatosan kell bánni vele, nehogy hozzáragasszuk a formához, mert akkor, mikor szedjük ki, leszakad. És az sok plusz munkával jár a helyreigazítás. Tehát meg vagyunk a két C-vel, ami az első mozzanat volt a káváknál, utána jön az alsó, utána a felső rész,
mikor ezek megszáradtak, a középvonal mentén el lesznek vágva a kávák, és utána következik a túloldali alsó rész és a túloldali felső rész. A felső résznél nem annyira fontos a precíz illesztés, majd a két kávának a homblok része, hogy illeszkedik, de alul, mert a nyak bele szültetve és nem látszik. De itt alul az egy rendkívül precíz, fontos műveletet igényel majd a kávának az illesztése. Hát ezzel kész van a második mozzanata a kávának. Előtt levenném a formáról a kávát, előtte a tőkéket egy kicsit közelíteni kell a végleges mérethez, tehát ilyenkor ezt a kiálló részt, ezt leszedem innen. Stradivári nyálfából csinálta a tőkét, de a fenyő az mégiscsak jobb. Hiába Stradivári, de hát azért ez nem a tőke fogja a legjobban eldönteni egy hangszer hangját, de a fenyő az biztos, hogy nem ront rajta semmit. Hát egyébként a jávor sem, mert annyit, vagyis a nyár sem, mert annyira kicsi. De hagyománytisztelet miatt esetleg nyárból is csinálhatjuk. Ez most egy ilyen előzetes kidolgozása a tőkének, majd mikor leveszem a formáról, akkor kerül a végleges síkolása. Most következik egy régi olasz trükk, ami a fának a szálait fogja eltüntetni. Ezáltal kicsit erősebb lett a fának a külső felülete, simább lett, már nem is dolgozik majd akkor a fának a felülete nagyon, mikor kezdem lakkozni.